Katonai tiszteletadással fogadta Ruszin-Szendi Romulus altábornagy a Magyar Honvédség parancsnoka Vaszko Gyurcsinovszki altábornagyot, az Észak-Macedón fegyveres erők vezérkarfőnökét Budapesten a Hősök terén. A magasrangú tábornok koszorút helyezett el a Hősök emlékkövénél. A rendezvény előtt Ruszin-Szendi Romulus altábor nagy a Magyar Honvédség parancsnoka elmondta, hazánk számára a Nyugat-Balkán békéje és biztonsága rendkívül fontos. Nem véletlenül több mint 500 katonánk szolgál folyamatosan ezen a hadszíntéren, Koszovóba és Bosznia-Hercegovinába. Így Észak-Macedónia is kulcsfontosságú szerepet tölt be annak érdekében, hogy ez a békebiztonság fennmaradjon. Magyarország abban a helyzetben van, hogy keletről és délről is fenyegetés érkezik folyamatosan. A keleti fenyegetés már említettem, a déli fenyegetés ugyanilyen fontos. Észak-Macedónia ebbe az irányban van, úgy gondolom, hogy az ő tapasztalataik azok elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy mi is felkészüljünk, hogyha ez a fajta fenyegetés, ez a fajta nyomás, ez még erősebbé válik. A Magyar Honvédség parancsnoka kiemelte, hazánk számára Észak-Macedónia euróatlanti integrációja is kiemelt jelentőséggel bír. Magyarország eddig is támogatta a Balkán országok nyugat-európai integrációját. Szükséges véleményünk szerint az, hogy ezek az országok az Európai Unió részévé válhassanak egyszer, és így egy egységes tömböt képviselve tudjunk fellépni Európa, azon belül hazánk érdekeiért. A koszorúzást követően az Észak-Macedón vezérkarfőnök a Honvédelmi Minisztérium Balaton utcai objektumában négy szemközti és plenáris tárgyalást folytatott a Magyar Honvédség parancsnokával. Ennek során szó esett az orosz-ukrán háborúról és a régió biztonsági helyzetéről, a Nyugat-Balkán biztonságáról, az EUFOR Altea és a KFOR missziók jövőjéről, a székesfehérvári székhelyű közép-európai több nemzeti hadosztály parancsnokság helyzetéről és a csatlakozás lehetőségéről, valamint a Magyar Honvédségben zajló honvédelmi és haderőfejlesztési programról is.